lábdob mikrofont, ők nem lábdob mikrofonnak használják csak. Tehát ez például elmondta a DPA is, meg hogy ezt nyugodtan lehet használni bármi másra is. Ja, mi használtuk is, bármi másra is. Nagyon jól működött a fúvóson, tehát nagyon, nagyon szépen szólt. A nagy bőgőm már nem feltétlenül. Ha csak ez az egy mikrofon van mondjuk például egy kisebb stúdióban, és külön kell lábdobot, meg basszus, meg valamilyen fúvós hangszert, amire ugye kipróbáltuk, teljesen megállja a helyét.